A nők foglalkoztatási esélyeinek javítására a spanyol kormány törvényjavaslatot nyújt be a parlamentnek. A jogszabálytervezet előírja, hogy a felső vezetői szinten a nők aránya legalább 40%-os legyen minden szektorban, így cégeknél, a kormányban vagy a választási listákon. Nadia Calviño miniszterelnök helyettes kiemelte, hogy a tőzsdei jegyzett cégeknek 2024. július 1-jéig lenne kötelező érvényre juttatni a törvényben foglaltakat. Az új felsővezetők keresésekor a kiválasztási folyamatot is e célhoz kell igazítani. A spanyol törvényjavaslat egy európai irányelv átültetése. Pénzbüntetést ír elő a szabályszegőkre. 2017-ben a spanyol országgyűlés lett a legtöbb nővel rendelkező parlament Európában, 47%-os női arányjal. Ez már a 42%-ra csökkent, de még így is magasnak számít nemzetközi viszonylatban.